Győzőt nagyon kevesen ismerik igazán. Ő egy nagyon nyitott ember, de kevés embernek sikerül, vagy engedi meg azt, hogy a lelkihez közel kerüljön. Viszont aki neked sikerül, annak a Győző egy kincs. És szerintem a családjának is az. Nagyon odafigyelő, egy hihetetlenül büszke apát látni nap mint nap. Szia, gyönyörű! Az első pár nap az egy teljes időutazás volt. Megpróbáltam eltávolodni a karaktertől, a Szabó Győzőt játszó Molnár Áron, mert csak is kizárólag mindig saját magamat láttam, és akkor így második nap is rendkívül fölzaklatva, persze jó értelemben mentem haza. Apa! Szia, gyönyörű! Judit, a legidősebb lányának az anyukája, akit ugye a Csúlyan film is játszott, Judit, hihetetlen magáncsaj. Amikor a dráma volt, vagy ahol sírni kellett, vagy nagyon mélyből kellett dolgozni, arra kell egy pici idő, amíg az ember összeszedi magát, és lemegy egy olyan állapotba. Amikor megfogod, ki kell kapnod a kezed, és hagyjál, az állva legyen. Jó. Nem lesz többet ilyen. Miért ne lenne? Összeszedem magam. Nem akarok folyton azon rettegni, hogy mikor történik valami tragédia. Akármennyire szomorú jelenetek is, de nagyon jó volt csinálni. Volt még egy jelenet, ami nagyon kemény volt, amikor bejöttek hozzám az árt osztályra, amikor a Csernus azt mondja, hogy szembe kell nézem a családommal. Beszélnie kell a családjával. Ez a lépés elengedhetetlen ahhoz, hogy haladjon a terápiával. És reggel 7 óra van, képzeljétek el, nagyjából lejárjuk a jelenetet, ez egy hosszú, 3,5 oldalas jelenet, vagy lehet, hogy 4, ahol elmondom, hogy tudom, hogy hülye voltam, és bocsánatot szeretnék kérni. Szeretnék bocsánatot kérni. Na most a kislány, amit ott csinált, az annyira durva volt, hogy kb. 7 óra 20-kor, amikor így lepróbáltuk a jelenetet, akkor a Barna meg én így sírtunk. Sírtunk ezen a pillanattal, ezen az egész jelenettel, és a Barna azt mondta, hogy emlékszem, hogy levette a szöveget, és mondta, hogy hogy fog ő ezt kibírni. És volt tejbeklíz is. Persze, volt tejbeklíz. Kedvenc jelenetem, spoileres, úgyhogy azt nem mondom, de az, amikor a parkban itt vagyunk, és a Győző bocsánatot kér tőlünk, a kislányától meg tőlem, az egy nagyon-nagyon megható és szívbe markoló jelenetre sikerült. A Győző beszámolója alapján képzeltem el azt, hogy ez micsoda őrületes háború lehetett benne, bennük, micsoda csata, és egyébként, hogy micsoda felelősség azt mondani, hogy kitartok melletted, és tudom a kamuidat, és akkor is kitartok. Judit a filmben egy, én azt gondolom, hogy egy biztos társa, és nem hagyja őt ott a bajban. Tehát azért meg csinál vele olyanokat a Győző, amire sok nő azt mondaná, hogy na hello, itt a vége. És ő szerintem nagyon szereti őt, és nagyon, nagyon akarja, hogy ez működjön, hiszen ott van a kislányuk, aki ráadásul rajong az apukájáért. Az az igazság, hogy ezt megkérdeztem akkor a Gábortól, hogy szeretné-e, hogy beszéljek a Judittal, de ő nem nagyon szerette volna, hogy ez nagyon egy az egybe az a történet legyen a részemről, amit ő akkor ott átélt. Az utolsó forgatási napomon találkoztam vele, és akkor beszéltünk pár szót. Azért tényleg kevés ilyen példa van, hogy élő emberről készül film, sőt, hát hogy egy ilyen közeli történetről, azért ez egy 2000-es történet, tehát nem vagyunk annyira messzire. Nagyon érdekes volt, hát különösen a Győzőnek, hogy mennyire újraélte és átélte ezt az egészet, és láttam a szemein, hogy megkönnyezi, és hogy olyan emlékeket hoz föl belőle, ami egy picit nekem jó jel volt arra, hogy valószínűleg hiteles az a dolog, amit mi csinálunk. Rálépek. Először csak picit, aztán nagyobbat. Végül jó keményen adalék neki. Amire egyszer csak felébred a dög, és egy szempillantás alatt felfalja.